Pénteken közvetlenül zárás után kigyulladt a barlangfürdő akvaterápiás részlege, a tűzszinte megfékezhetetlenül terjed, tovább az egész komplexum tetőszerkezetére, rövid összefoglalón következik. Hatalmas lángok csaptak fel pénteken este Miskolc tapolcán. A város egyik legjelentősebb turisztikai látványossága a barlangfürdő akvaterápiás részlege égett. A tűz közvetlenül zárás után keletkezett, így a katasztrófában senki nem sérült meg. A lángokat nehéz volt megfékezni, a tűz átterjedt a komplexum teljes tetőszerkezetére. Több városból érkeztek tűzoltóegységek, eltartott néhány óráig, mire sikerült eloltani a lángokat. Felszálló füstfelhő, fekete gerendák, törmelékek és lefolyó víz, ahogy a tűz méretéből sejteni lehetett, a kár jelentős. A szakértők szombaton is nagy erőkkel dolgoztak a károk felmérésén. Az elsődleges vizsgálatok szerint a tüzet elektromos meghibásodás okozhatta. Ezek a felvételek már szombat délelőtt készültek, ez a látvány fogadta a sajtó munkatársait. A város és a fürdő vezetői pénteken és szombaton is kint voltak a helyszínen. Verespál polgármester, Tóczentai József megválasztott polgármester és német Judit a Miskolci fürdők Kft. vezetője is beszámolt az aktuális információkról. Fontos, hogy az épületnek van biztosítása, ez azonban valószínűleg nem lesz elegendő az újjáépítéshez. Külső segítségre is szükség lesz. A vezetők és a turisztikai szakemberek egyetértenek abban, hogy Miskolc és a környék egyik legjelentősebb látványosságának, a nemzetközi hírű barlangfürdőnek a helyreállítása minél hamarabb meg kell, hogy történjen.